Milyen évszakban érdemes ivartalanítani a kutyát? Évszak nem játszik nagy szerepet az ivartalanításban. Nagyon sokszor azt mondják, és ebben talán valami igazság van is, hogy tekintettel arra, hogy az ivartalanítás során borotváljuk az adott testrész, tehát a hastályék, főleg a szukánál elég nagy hastályéki borotválást kell végezni, és nagyon hideg időben, amikor tényleg súlyos mínuszok vannak, akkor ez a, a leborotvált szőr takaró és védő melegítő ereje az valóban hiányzik átmenetileg, ameddig az újból ki nem nő a szőr. Tehát azt tudnám mondani, hogy szukánál, ahol az ivartanítás során nagy, nagy mennyiségű hasi szőrzetet borotválunk le, valóban talán a legnagyobb hidegben, téli legnagyobb hidegben hát tartózkodjunk az ivartanítástól, bár azt is hozzáfűzném ehhez a gondolathoz, hogy nagyon régen volt már olyan tél, hogy ez, ez valóban hát, súlyos érvként szerepelt volna, de hát attól még a tény az tény. Meleg nyilván nem fogja befolyásolni, és a kankutyánál pedig a, a borotválás mértéke oly mértékben csekély a szukához képest, hogy ott a lábak közötti szkrótum területe, hereborék területe van borotválva, az elenyésző, tehát a kutyánál pedig még az előbbi distinkciót sem érdemes tenni.